Az önkormányzatnál nyári munkát vállaló diákok tartják rendben a már felújított játszóteret a szekszárdi Kölcsey utcában. 12-en dolgoznak azon, hogy az itteni környezet mindig rendben legyen. A területre most került egy új gyerekjáték, amin falatmászni és csúszdázni is lehet. Az eszközt a városban működő egyik vállalkozás vette, hogy így támogassák a helyi közösséget. Amikor lehetősége van egy vállalkozásnak, akkor úgy gondolom, hogy az adó, a kötelezően befizetendő adók mellett is szerepet kell vállalni a város életében. Hagéve, a város alpolgármestere, a körzet önkormányzati képviselője szerint fontos, hogy a mostani fejlesztés után minél több a családok által használt tér újuljon meg Szekszárdon. Nagyon fontos, hogy valamennyi játszóteret figyeljünk, hogy korszerű legyen, egyre több új játékeszköz kerüljön kihelyezésre. Itt megfelelő tér állt rendelkezésre, és azt gondolom, hogy ez a komplex játékeszköz elég sok kisgyermeknek ad majd újabb szórakozási lehetőséget. A következő hetekben a város még négy másik játszótere is megújul. Az önkormányzat a Csokonai, a Május 1 és a Klapka-György utcákban is hasonló fejlesztéseket végez el. Az Energiaparkban pedig még ezeknél is nagyobb beruházás kezdődik el hamarosan. A játszóterekkel kapcsolatban ugye sok felvetés érkezett hozzánk, vagy probléma fogalmazódott meg a szabadtéri fogadóórákon. Ennek is köszönhető az, hogy elkezdtük ezt az összefüggő programot megvalósítani, amit nem fogunk tudni nyilván az idei esztendőben befejezni, hiszen nagyon sok játszótér van a városban, és meg kell felelni az unió szabványoknak, ami egy kicsit azért megnehezíti a megvalósítást, vagy lassítja sok esetben. Az jövőre is folytatódni fog majd, de ennek a programnak köszönhetően például ugye a Szent György Albert utca melletti Energiaparkban egy kerítést építünk a szülők kérésére, és ott egy kicsit a futató kialakítása is megtörténik, hiszen azt tapasztaltuk, hogy a kisállattartók és a kisgyerekes szülők között néha feszültség van a játszóterek használatából, különösen a homokozó használatából fakadóan, ezért szerettük mondani, hogy külön kutyafutatót tudunk létrehozni a városban. Több szakemberre megvizsgáltuk, hogyan lehet majd fákat ültetni, hogyan lehet biztonságosan elkeríteni a gépjármű forgalom elől. Ezek lesznek az első munkálatok, amiket a szekszárdi Fagyöngy utcában található, most még füves területen végeztet el a város önkormányzata. A közel 1000 négyzetméteres parcellán családoknak szánt közösségi teret alakítanak ki hamarosan. Alapvetően természetesen egy játszótér lesz, de igyekszünk olyan eszközöket, olyan pihenő alkalmatosságokat kitenni, amik természetesen nem csak a gyerekeknek, hanem szülőknek, meg az időseknek is adnak lehetőséget a szabadidő eltöltésére. Nagyon sok kisgyermekes család költözött ki ebbe a városrészbe az elmúlt időszakban. Fiatalodik a városrész. Néhány hete egy lakossági fórum keretében közel 60-70 ember gyűlt itt össze, és előzetesen is már közvéleménykutatást végeztünk. Mindenki nagy örömmel fogadta, hogy végre egy területnek újra úgymond gazdája is lesz, illetve ugye nem egy elhanyagolt zöld területet kell majd kerülgetni a következő évek során, hanem egy szép rendezett fákkal körbevett területet. Innen néhány 10 méterre található a város egyik kerékpárútja. Az amelletti pihenőhelyet is tudják ugyanebből a pénzből fejleszteni. Oda több bicikli beálló padok és ivókút kerül. Azt gondolom, hogy mindenki számára egy nagyon jó közösségi tér lesz, nem csak az ott lakók, hanem a városban lakó valamennyi polgár számára is. A szekszárdi Fagyöngy utcába tervezett játszótér építése a tervek szerint akár már ősszel elkezdődhet.